Amiket most itt látnak, az nem egy terepasztalnak a művirág makettjei, vagy műnövény makettjei, hanem ez kérem szépen egy csemege kukorica, egy ilyen picike kis kockában, egy ilyen kis kocka cserében, itt lehet alul látni, hogy mennyire fantasztikusan már át vannak gyökerezve. Ezek F1-es Early Bird csemege kukorica palántái, amelyek gyakorlatilag nagyon-nagyon korai, ez egy nagyon-nagyon korai fajta, körülbelül 2-3 csövet terem, és fantasztikusan édes, tehát extrán édes ez a korai Early Bird, ugye nevében is benne van, korai csemege kukorica fajta. Kérem szépen ínyenceknek, akik szeretnének akár az erkélyükön, a balkonjukon, a teraszukban, egy bármilyen konténerbe vagy cserébe kukoricát nevelni, és szeretnék, hogy ez minél korábban nyáron a rendelkezésükre álljon, és nem szeretnének a magvetéssel bajlódni, azoknak kérem szépen így ilyen cserepes, kockacserepes kiszerelésben rendelkezésre áll ma már nagyon jó fajták is, mint például az F1-es Early Bird, tényleg extrán édes, fantasztikus, kérem szépen a kertészetemben ezeket a pici kis növénykéket meg lehet vásárolni, és a kertészetemnek a teherautójával kiszállítom. Úgyhogy városi kertészkedők, balkonkertészek, illetve kis helyen zöldet, finom, frisset termelők előnyben, ezt a csemege kukoricát javaslom, nagyon jól fel lehet dobni vele egyébként akár egy dísznövényágyást is, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ezt csak egy hasznos növényágyásba lehet betenni, nyugodtan ebből a csemege kukoricából ilyen kis csoportokat lehet alkotni, akár a rózsák vagy bármilyen más évelő vagy virágzó cserjesor környékén is.